Mosolygott és a nyelvét öltögette a kameráknak a hat éves unokahugának meggyilkolásával, megerőszakolásával gyanúsított 19 éves férfi, amikor a bíróságra vitték a rendőrök. Gyerekes viselkedése és maga az eset kapcsán pszichés betegségről, antiszociális személyiség zavarról kezdtek el beszélni a szakemberek, és arról, hogy az ilyenfajta gyilkosság igen nehezen megelőzhető, hiszen nem látható előre, hogy ilyen súlyos bűncselekményt fog elkövetni valaki. Bár a gyilkost kivizsgáló Kitanics Márk igaz Ügyi, klinikai szakpszichológus. Az ügyről konkrétan nem beszélhetett kameránk előtt, elmondta, mi motiválja az embereket a gyilkolásra és arra, hogy egy gyereket szexuálisan bántalmazzanak. Azt tapasztaljuk, hogy ha van szexuális indítatás egy cselekménynek és az emberöléssel végződik, az két ok miatt történhet. Az egyik ok az, hogy a, a személy, aki a szexuális uh, cselekménynek a sértetje, ő nem engedi magát, és az odáig fajul, hogy ennek kapcsán ugye az életét elveszti. A másik lehetőség pedag, pedig az, hogy miután megtörtént a cselekmény, utána kvázi eltünteti a nyomokat, és ennek kapcsán ugye megöli a szemét. Alapvetően minden esetben vizsgálják, hogy a gyilkosnál fennáll e és probléma. Hiszen ez a büntethetőségének a, a mértékét csökkenti, illetve akár kizárja ennek a lehetőségét. Hogyha ezen túl vagyunk, és azt látjuk, hogy büntethető a személy, akkor viszont a személyiség struktúráját kell megvizsgálni, hogy mi vezetett ide, hiszen a bíróság azt is értékeli, hogy milyen egyéb körülmények vannak, amelyek egy adott cselekményben szerepet játszanak. Információink szerint a gyilkos nem pedofil, hanem a benne felgyülemlett hatalmas, szexuális feszültséget vezette le 6 éves unoka hugám. Televíziónk úgy tudja, hogy a 19 éves férfi egy 11 éves gyerek szellemi szintjén áll, és 60-as IQ-val rendelkezik. A gyilkos azonban épelméjű, nincs tudatzavara, tisztában kellett lennie tettének helytelenségével. Hiszen egy 11 éves gyerek is tudja, hogy nem ölünk embert, és milyen következményekkel járhat egy ilyen brutális gyilkosság. Ez alapján vélhetően a férfi a törvény előtt beszámíthatónak minősül, vagyis büntethető. Tettéért akár 20 év börtönt is kaphat, tényleges életfogytinglanra pedig azért nem ítélhetik, mert még nem töltötte be a 20. életévét.